Sziasztok! A Csömbungi kastélyban vagyunk, amiről azt kell tudni, hogy itt lakott a Cici példán a kokáért. Na, és akkor fogok mindenféle felvételeket csinálni. Most megvettük a jegyet, és igazából ez a nagy tér, ahova be lehet menni ingyenesen. Mi vettünk egy ilyen közepes jegyet. Itt egy szép szobor is. Úgyhogy akkor kezdődjék a látogatás. Innen is megmutatom, és most érkezünk be igazából a bejárathoz, ami a hátam mögött van. Úgyhogy menjünk be. Na, hát nagyon szép, meg nagyon jó. Ugye megvettük a jegyet, és rá van írva, hogy 15 óra 40-kor lehet bemenni. Most 15 óra 15 van, úgyhogy hát egy fél órát most itt leszünk. Addig nézzük ezt a teret, most mást igazából nem tudunk, szép, meg minden, csak egy kis, nem is az, hogy probléma, hanem állapot, hogy 38 fok van. Tehát olyan hihetetlen meleg, hogy az egyszerűen majdnem, hogy elviselhetetlen. Minden esetre a kilátásról el lehet mondani, hogy nem csúnya. Sőt, mint több szép. Most följöttünk egyébként egy ilyen erkély szerűre, azért vagyok magasabban. Még mindig van egy ilyen 20 percünk, addig bejöttünk ide a kertbe, egy kicsit szétnézni. Hát nem mondom. Hát mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy ez egy kisméretű kert. Eljöttünk még egy ilyen erkély-szerű részre, és jobban lehet látni. Remélem, hogy nem lesz szélzaj, minél jobban be lehet látni az egészet. Hatalmas méretek, mindenfele utak, szuper jó. Hát az van, hogy sajnos nem lehetett bent kamerázni, de hát nem is reklámból, meg ilyesmiből mondom, de mindenféleképpen, hogyha erre jártok, egy közepeset. Tehát van a kicsi közepes, meg a nagy, mi ahol közepesen voltunk, ingyen jár ilyen hangos segítség is hozzá, úgyhogy szépen körbevezetnek a szobába, úgyhogy mindenféleképpen érdemes rászállni, ezt egy óra alatt vége, úgyhogy mindenféleképpen érdemes. Sziasztok! Meg is érkeztünk Magyarországra. A hátam mögött látható a Barokk Hotel. Úgy néz ki a dolog, hogy a hegyes halmon van ez, és a határtól kb. Egy 6 kilométerre található. Van ugye az a paprika csárda is. Az közvetlen ott van a határ mellett, ott enni szoktunk. De az asszony igazából megtalálta az interneten ezt a lehetőséget. Igazából a képeken sokkal szebben mutat. Hát, hogy is mondjam, tehát voltunk bent ugye a szobába, majd csinálok róla felvételeket. Hát a zuhanyzó az hagy némi kívánni valót maga után, de amúgy szép meg jó. Aztán, ami még van, hogy pont ma este egy szuper kis kínai csoport is, mint ahogy mindent, ugye ezt a szállodát is előzöllötték, de egy komplett busszal jöttek, 50 valahányan, de hát mindegy, hát reméljük, hogy nyugtunk lesz. Most éppen már megrendeltük a kaját, és addig kijöttünk a levegőre, amíg nem készül le, hát megmutatom a kertet is, hogy hogy néz ez ki. Nos, hát ugye ezt már láttuk, ez itt a egyik kert része a szállodának. Ezzel a busszal jöttek ugye a kínaiak, egyébként lengyel rendszámos, akit ez érdekel. Nem tudom, valószínűleg ott szállt le a repülőjük, vagy ilyesmi. Tök mindegy. Róluk már remélem nem kell több szót ejteni. És hát akkor ugye itt van a kert. Majd még mutatom a
másik részét is a kertnek, az igazából nem olyan szép, mint ez. De hogy fölveszem azért. Egy kis szobrocska is. És itt látható egy pagoda, ugye? Itt lehet cigizni. Ki mit akar, azt csinál. Jó pofa. Mit szóltok egy kis rántott sajthoz a bográcsos babújás után? Igazából csak ennyit tudtam fölvenni, mert itt voltak a szomszéd asztalnál, és nem akartam zavarni a étkezésüket, emésztésüket. Azért ezt a rántott sajtot, ezt érdemes megfigyelni. Na, befejezem. Mivel egy kis sörre? Na, lá. Időközben végeztünk a vacsorával. Nagyon-nagyon finom volt, degeszerettük magunkat. Meg a két most... söröddel, úgyhogy le is vagy húva. Igen, meg ittam két sört, ami úgy két sör, hogy másfél, mert az egyiknek a felét az asszony lenyúlta, de szóval így is egy kicsit a fejembe ment, de igazából mindjárt mutatom, hogy miért is kapcsoltam be a kamerát. Szóval ezért, nem tudom, hogy mennyire látszik, mert ugye fél homály van már, de itt van egy nagyon szép ilyen szökőkútnak látszó kis szobor. Mögötte egy ilyen, szóval egy virágokkal teli szekér is látható.